Szalai Zsuzsa virágboltos arról nyilatkozott televíziónknak, hogy az ősz beálltával milyen virágok és csomagolók a legkelendőbbek. A virágkötő elmondta, hogy az ősz színei kerültek előtérbe. A megváltozott stílusú csomagolókkal, kiegészítőkkel együttesen. Itt ugye az ősznek a színei, tehát hogy egyértelműen elmondhatjuk, itt a színek, a csomagolók, a anyagok, tehát egyértelműen változnak a nyári színről, tehát ugye ez most változni fog. Maga a kiegészítők úgy szintén, itt ugye minden kedves kis figurák jellemzőek, a gombák, a sunik, meg mindenféle kis kedves dolgok, a rókák. És tehát ugye ezt nyilván mi nekünk virágosaknak feladatunk az, hogy bővítsük az információt a vevőkör felé. Meg feladatunk, fő feladatunk az, hogyha bármilyen új termék megjelenik a piacon, a kínálatban, hogy azt muszáj nekünk megmutatni, hogy van más a lehetőség. Nyilván nem fogunk eltérni attól az igény szerinti csomagolásoktól, amit ő maga szeretne elkészíteni, csak ez egy töredéke, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő csomagolás stílust, és itt a régebbi és az új trend is nyomon követhető lesz. A mai csomagoló anyagokban elmondhatjuk azt egyértelműen, hogy nagyon szép letisztult színek a jellemzők, és amit még én magam tapasztaltam, szokatlan színek lesznek, amit még most nem tudtam megmutatni, de mindenféle alkalmakhoz össze lehet választani a színeket. Ahogyan megtudtuk, ezek a tartók azért is közkedveltek, mert sok olyan vevőnek lényeges szempont az, hogy a megvásárolt virág ne hagyjon szemetet maga után, amire ezek kiválóan alkalmasak. Ami érdekességképp, hogy ezeknél a csomagoló anyagoknál inkább a maga a virág fog érvényesülni, a rezgő, tehát a rezgő és a maga a virág, mert itt nem igényelnek ezek a csomagoló anyagok zöldet. Amit ugye egyrészt szerintem az egyik vevőkör biztos, hogy fog tetszeni, mert sokan szóvá teszik azt, hogy ne szemeteljen, ne hulljon az asztalára, mert ő csak a virágot szereti. Tehát ezeknél a csomagoló anyagoknál egyértelműen alkalmazható lesz. A szellőrózsák, a napraforgók, vannak a vanda orchideák, ami igazán nagyon szép őszi színekben most jelen vannak, és a rengeteg mezei zöldek, tehát ami az ősznek a színeiben lehet még megmutatni. Szalai Zsuzsa virágboltos arról is beszámol stábunknak, hogy a vásárlók ebben az évszakban leginkább a szellőrózsákat, a napraforgókat és az őszi színekben pompázó orchideákat keresik.